Hallgassuk meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapjául kijelölt szent igét, megírva találjuk Lukács evangéliumának 17. fejezetében, a 11-től a 19. versig a következőképpen. Amikor Jézus úton volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: menjetek el és mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért és fennhangon dicsőítette Isten. Arcra borult Jézus lábánál és hálát adott neki. Ez pedig samáriai. Megszólalt Jézus, és ezt kérdezte: vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Isten, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr: kelj fel és menj el, a hited megtartott téged. Eddig a szent ige. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, első hallásra ez a történet, talán azt gondolnánk, hogy a háláról vagy a hálátlanságról szól. 10 emberrel történt valami jó, és a 10-ből csak egy volt az, aki visszament, és ezt megköszönte. És mondanánk azt, hogy igen, ez a gyakori tapasztalat, én is így vagyok ezzel, többnyire persze az ember arra gondol ilyenkor, hogy szoktam megjegyezni, hogy vele szemben ki mikor volt hálás, vagy mikor nem volt hálás. Ki mennyit köszönhet nekem, mennyit tettem érte, és nem úgy viselkedik, ahogy azt elvárhatnám. Ez a 9-1 arány, ez olyan körülbelül reálisnak tűnik. Tehát mondanám azt, hogy az emberek többnyire hálátlanok, és csak nagyon ritkán hálásak. Aztán jelenthetni azt is, nagyon kívánkozik tulajdonképpen ez a hasonlat, hogy hát mondjuk a magukat vallásosnak tartó emberek közül kb. 10% az, aki gyakorolja is a vallását, tehát mondjuk templomba jár. Ez úgy köztudott dolog, mindenki tudja, ugye most a népszámlálás adatai figyelembe véve azt lehet mondani, hogy nagyjából a lakosság fele az, aki magát valamilyen valláshoz tartozónak mondta, de hát ha megnézzük a statisztikákat, az egyházi statisztikákat, kiderül, hogy azért ezeknek lényegesen kisebb százaléka, mondjuk jó esetben 10%, akik rendszeresen járnak templomba. Hát ez is egy ilyen reális dolog. Igen, tényleg. Sokan vannak, akik hívőnek mondják magukat, ha megkérdezik, vagy esetleg oda kerül a sor, akkor még kiabálnak is, hogy Uram, segíts! És aztán, amikor megtörténik a csoda, akkor megyek tovább, és teszem a fogom. Lehetne úgy is értelmezni ezt, hogy talán a 9-ből, akik ugye nem jöttek vissza, eszünkbe jutott egy vicces jelenet az egyik Monty Python filmből, Brian életéből, amikor az ex-leprás megy a piacon és kínálja a történetét, mert hogy mióta Jézus őt meggyógyította, azóta már senki nem ad neki aranyosnál, tehát el kellene menni dolgozni, ahhoz meg ugye nem szokott hozzá. És akkor hát megy és mindenkinek kínálja, hogy én elmesélem a sztorimat, hogy volt, és akkor egy pár kis aprót kérek érte cserébe. Lehet, hogy valaki annyira megszokta már azt, hogy kolompolnia kell, hogy őt elkerüljék messzire a fertőző betegsége miatt, és el kell takarnia az arcát, nem szabad emberek közelébe menni, hogy talán ez a gyógyulás, ez a megtisztulás nem is biztos, hogy feltétlenül csak jót jelentett számára. De hát aztán a legkézenfekvőbb magyarázat az, hogy ugye az ilyen betegségből való megtisztulás az hát egy ilyen kultikus esemény volt, a ószövetségi törvényben is benne szerepel, hogyha valaki megtisztul ebből a betegségből, akkor neki meg kell mutatnia magát a papoknak, és a papok állapítják, hogy igen, az ember valóban meggyógyult, és akkor most mit tudom én, be kell mutatnia azt az áldozatot, egy pár gerlécét, vagy nem tudom,
a tisztulásáért, csak utána visszafogadható a kultuszi közösségbe, mert már nem tisztátalan, tehát nem kellő kizárni a közösségből. És hát ugye akik elmentek és megmutatták magukat a papoknak, hát ugye megállapították, hogy igen, most már újra oda tartozhatunk, és élték tovább az életüket. Tehát a samáriai az nem tartozott soha a kultuszi közösségbe, mert ő idegen volt, tisztátalan a zsidók számára, tehát ő hiába is ment volna a papokhoz, elzavarják. Ő ugye nem oda tartozott, hanem neki a Garizim hegyen volt a temploma, ahol ugyanazt az Isten imádták ugyan, de a jeruzsálemi templomhoz neki nem volt semmi köze. Nem is mehetett volna oda. Hát mondhatjuk azt is, hogy hát akkor csak ez az idegen az, aki ezért hát nem máshoz, mint magához, a gyógyítójához, Jézushoz tért vissza, és levonulva imádta, és hálát. Ezek mind lehetséges fölvetések, tekintések, de még mindig ott tartunk, hogy hála és hálátlanság. Pedig valójában itt valami sokkal többről és mélyebbről van szó. Az örömről, az üdvösségről. És itt szeretném hangsúlyozni azt, amit még a Attila megemlékezési alkalmával említettem, hogy igen, bátran mehetünk kimondani, hiszen az Isten igéje pontosan erről szól, és erre jogosít föl bennünket, ez a mandátumunk, hogy ezt hirdessünk az apostolok kora óta, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért és feltámadt a mi megigazulásunkért. Tehát Jézus Krisztus mindenkiért meghalt, mindenkiért feltámadt és mindenkinek örök életet, üdvösséget ad. Csak hát valaki erről nem tud. Vagy nem érdekli. Akkor sem, ha hallja. Akkor sem, ha elmondják neki. Akkor is a szentesítik vele. Megy tovább, eltakarja az arcát, kolompol, vagy esetleg bántódik azon, hogy már nem adnak annyi alamizsnát, vagy, és lehetne sorolni az összes többit, hogy miért nem Jézusnál van. Miért csak addig tartott ez a Jézus iránti figyelem, amíg leprásként lehetett neki kiabálni, hogy könyörüljük rajtuk. Könyörüljük rajtuk. És van, aki ezt az örömet meg tudja érni. Nem arról van szó, hogy jaj, de hálátlanok vagyunk, valami, tűrjük fel az ingújunkat, és gyürkőzzünk neki, és csináljunk valamit az Úrért, hát ő is annyi mindent tett már értünk, meghalt értünk, meg mindenféle dolgot, és gyógyította a betegeket, és hát most is közben jár értünk az atyánál, milyen csúnya dolog, hogy mi meg nem tűrődünk vele. Nem erről van szó, hogy tennünk kellene valamit, hanem arról van szó, hogy bemerek-e lépni abba a térbe, ahol Jézus ott van a leprásokkal, ahol Jézus ott szenved a kereszten, ahol Jézus éppen ott hagyják faképnél, az az 5000, akinek előtte még a kenyereket kiosztotta, és akik királyt akarták koronázni. Abban a térben, ahol Jézus cselekszik, ahol Jézus igéje működik. És abban a térben, itt ebben a földi életben is már, teljes öröm és teljes boldogság. Ennyi. Ezt szabad, lehet és kell megértenünk, és megélnünk. Mert erre hívott meg bennünket az Isten. Nem arról van szó, hogy Jézus meghalt ugye mindenkiért, de csak a 10% fog mégis üdvözülni, mert a többiek azok nem jönnek vissza. Nem, hát az a másik 9 is meggyógyult. Ők sem maradtak leprások, testvérek. Ezt vegyük észre. Velük is megtörtént a csoda. Aki nem törődik vele, vagy aki gunyolódik rajta, vagy aki azt mondja, hogy hát ez egy picit azért túlzás, én azért egy pici feltételt szabnék, mert azért vannak emberek, akiket nem szívesen engednék be, vagy nem szívesen látnék ott, azért kéne valami határ, valami kis ketrec, ami azért úgy távol tartja azokat, akik nem kívánatos személyek, annyira nem tetszik nekem, amit ez a lelkész mond. Jobban tetszene az, hogy azt mondaná, hogy Jézus ugye mindenkinek adja a kegyelmét, de csak 10% lesz majd rá érdemes, mert ők mennek vissza hálát adni, és ők gyakorolják a hitüket. Mert még csak nem is biztos, hogy az a 10% az, aki legközelebb van Jézushoz, hanem lehet, hogy másképp is lehet hozzá közel lenni, nem csak a templomban. Nem, arról van szó, hogy mindenki meggyógyult. Mind a 10 meggyógyult. Nem az van, hogy azt mondja, hogy menjetek el, mutassátok meg magatok a papoknak, akik elmentek, és akkor hát ez az egy hálás volt, ezért ő meggyógyult, a többiek azok meg mehetnek vissza kolombolni, nem? Mind a 10 meggyógyult. Tehát most mondom, mindenkinek van üdvössége. Nem csak azoknak, akik itt vannak a templomban, nem is csak azoknak, akik ezt hallják, vagy valamilyen formában, hanem mindenkinek, minden embernek.
Jézus mindenkiért meghalt, mindenkiért feltámadt, mindenkinek örök életet és bűnbocsánatot adott ajándékba. Tudsz-e most ennek örülni? Megéled ezt az üdvösségedet itt és most? Vagy még teszed a köröket, és csinálod a fölösleges fájdalmat magadnak, másoknak, és úgy gondolod, hogy ráér majd akkor. Mint ahogy ugye, talán volt ilyen is, aki azt mondta, hogy majd, amikor közelézem a halálomat, majd akkor megkeresztelkedek, addig meg élem a világban. Tehát könyörgöm, úgy gondoljuk, hogy Jézussal valami keserű, nyomorult élet vár ránk, tehát minden jóról le kell mondani, ami az élet csavaborsa, mert a Jézussal járás az egy ilyen szomorú dolog. Hát én nem úgy látom ezt a samáriait, hogy ott szomorkodott Jézusnál, hanem hálát adott, és nem azért borult le, mert ez ilyen kötelező gesztus, hanem azért, mert annyira kirobbanó örömmel. És dicsőítette és magasztalta őt, és hálát adott neki. Tehát nagyon-nagyon félre vagyunk vezetve, amikor azt gondoljuk, hogy a Jézussal járás, a keresztény élet, a hit, az valamilyen szomorkodó, savanyú, karúnyel dolog, és minden jót akkor ki kell hagyni belőle, és az élet savaborsa, az pedig a szobányságban van, meg az istentelenségben van, meg a pokolban van. Addig, amíg itt vagyunk, addig egy kicsit éljük ki magunkat, aztán majd a mennyországban mi is unatkozunk eleget. Nagyon-nagyon félre vagyunk vezetve, testvérek. Merjük megélni a Jézustól kapott örömöt. Mind a tizen meggyógyultak, minden embernek üdvössége van. Merjük mi is csatlakozni ehhez a samáriaihoz. Nem csak azért, mert idegen volt és hiába megy volt a jeruzsálemi templomban, nem csak azért, mert általában kevesebben vannak a hálások, és lehetne sorolni, hogy mi miért, hanem azért, mert megszólított, mert megtette, mert tényleg az enyém, tényleg neked adta. Imádkozunk tehát azért, hogy ennek az öröme, ennek a valósága megragadjon, Isten szent lelke által megújuljon az életünk, és tudjuk megélni az üdvösségünket, a teljes örömöt, a teljes boldogságot már itt, a földi életünkben is.